A bajnoki címre hajtó Mezőkövesd otthonában már a meccs előtt sem volt sok esélye a vendégcsapatnak, tekintve, hogy az előző 4 fordulóban mindössze 2 döntetlenre futott a Nyíregyházak erejéből. A házigazda már az első félidőben eldöntötte a 2 pont sorsát, 20-10-es hazai vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok. A folytatásban mindkét edző igyekezett lehetőséget adni valamennyi játékosának, így jóval kiegyenlítettebb lett a küzdelem, de a különbség tovább nőtt, és végül a Mezőkövesd 13 góllal nyert a formáját nem nagyon találó Nyíregyháza ellen. A csapat egy elég mély gödörbe van, ez már mi meccsek óta tart, és egyelőre nem találjuk az okát, illetve úgy látom, hogy nem az edzés munkával van a problémán, fizikálisan toppon vagyunk, mert jó állapotban vagyunk, vírjuk 60 percen keresztül, inkább úgy gondolom, hogy fejbe nem vagyunk ott. Ami eddig jellemző volt ránk, hogy az utolsó időszakokat, az utolsó 5-10 perceket, akár első fél idő, akár második fél idő, azt mindig tudtuk hozni, és tiszták voltunk. Most mind rendre azokat a periódusokat bukjuk el felé, ahogy visszanézzük a statisztikát. Ebben látom a legnagyobb problémát, illetve az átlövőinknek a nagyon-nagyon gyenge teljesítményében. Mezőkövesden ki lehet kapni, hiszen a Mezőkövesd szeretné megnyerni a bajnokságot, és ott van az első-második helyen, azonos pontszámmal a Balmazújvárossal. Mi úgy mentünk oda, hogy egy jó mérkőzést szeretnénk játszani, az előző mérkőzések ezt mutatták, tehát a Kövesddel játszottunk 3 mérkőzést, és mind a 3 egy gólzáporos mérkőzés volt, de szoros eredmények születtek, győzelem, döntetlen vereség, és szerettem volna, hogyha ebből a mérkőzésből több jön ki. A hétvégi fordulóban a nyíregyháziak szabadnaposak lesznek, így csak a záró fordulóban hazai környezetben a Kecskemét ellen lép majd pályára Bécsi János együttese. Én bízok abba, hogy az elkövetkezendő másfél hétben a játékosok egy kicsit átértékelik magukba az utolsó mérkőzésnek a szerepét, annál is inkább, mert hazai környezetben játszunk, utolsó bajnoki, és jó lenne azért úgy befejezni a bajnokságot, hogy egy győzelemmel zárjuk. A keleti csoport tabelláját a Balmazújváros vezeti 34 ponttal, a szintén 34 pontos, de egy meccse kevesebbet játszó Mezőkövesd előtt. A 29 pontos Nyíregyháza a 4. helyen várja a folytatást.